mellette Lédeci Istvánné szél. Különleges alkalomra várták hétvégén a vendégeket a Déli Báb kávézóba. Az 56-os forradalom 60. évfordulójára elhívták a gimnázium egykori diákjait, akik személyesen átélték az akkori eseményeket. A szervezők nagyon előzékenyen, szép gesztusként azt a címet adták ennek a rendezvénynek, hogy 56 percben 56-ról. Hát nyilván ők is tudják, hogy 56 perc erre nem elég, hogy 56-nak minden szépségéről, öröméről, eufóriájáról, árulásáról, tragédiájáról, előzményéről és következményéről beszéljünk. Nem, hogy 56 perc, 56 év sem volt elegendő, fogalmazott a múzeum igazgató. Történelmünk megismeréséhez több lehetőségünk is van, de a legjobb, ha meg tudjuk kérdezni azokat, akik személyesen is átélték az eseményeket. Én azt javaslom, vagy tanácsolom, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy hallgassuk meg a szemtanúkat, hiszen ők valóban a történelem részesei voltak, és az ő elbeszéléseiken keresztül egy pillanatra legalább nekünk is megadatik ez, hogy részei lehetünk az ő történeteiknek, és részesei lehetünk a történelemnek. Farkas Albert így emlékezett az 1956-os eseményekre. 1956-ot az utókor úgy tudja feldolgozni és megérteni, ha előre megy a 20. századnak, kérem szépen, az első felét is történelmileg áttanulmányozza, mert annélkül nem tudjuk megérteni, hogy mit csináltunk és miért csináltuk az 1956-ot. A válasz az, hogy az 1950-es években Magyarországon élni nagyon nehéz volt, fogalmazott Farkas Albert. Egy másik szemtanú, Reményi Tibor, még az 56-os zsebnaptárát is elhozta a találkozóra. Most egy fantasztikus párhuzamot érzek, hogy teljesen egyformán, teljesen ugyanazok a jelenetek jönnek elő, és ehhez nekem van egy nagy segítségem is, mert itt van az 1956-os és 57-es zsebnaptáram, amiben akkor naponként szinte bejegyeztem az eseményeket. Mikor volt az a diákgyűlés, mikor váltottuk le az igazgatót, mikor hozták a budapesti diákok a Sztalin szobornak a maradványait a kollégiumba, ahol ott tolongtunk majdnem ezren. Ezek mind igazolják az elmondottakat. Bár az 56 perc nem elég egy ilyen esemény teljes átbeszélésére, mégis sok új ismeretre tehettek szert a vendégek. Főképpen Ján tanár úr vezetésével szerkesztették a kollégiumunkban a Diák Figyelő című újságot.